mi a korosztályokban tanulunk egészen a csecsemőkortól, egész az időskorig, de ugye ennyire mélyen nincs idő belefúrni magunkat az életkorok jellemzőibe, és ez a képzés, így főleg ugye a gyerekekre ugye 3-tól 11 éves korig, 12 éves korig van ez a képzés, és így sokkal mélyebben bele tudtam látni, így, hogy mégis milyen mozgásformákat, milyen játékokat, sportjátékokat lehet a gyerekeknél alkalmazni. Nagy élmény volt, mert nem volt még alkalmam így egy kimondott edzéseken részt venni, csak egy óvodában, egy óvodai testnevelésen. Meglepett, mert azt hittem, hogy ilyen nagy káosz lesz majd, de nem, teljesen rend és fegyelem, mindenki odafigyel, összpontosít saját magára, a többiekre is, az edzőre legfőképp, és jó volt látni, és úgy még jobban egy többlet kíváncsiságot adott, hogy én ezt hogy tudnám ezt végrehajtani a gyerekekkel. Szeretném bővíteni a tudásomat. Ugye, hát ez a rekreáció, nagyon szeretem, nagyon tetszik, és látok benne jövőt is, csak próbálom magamat sokkal több rétűbbé tenni, minél jobban meg tudjak élni az életben, és ez miatt tervezem is a testnevelés főiskolának a mesterképzését, egy átképzés révén, hogy minél többet tudjak, és lehet, hogy én is ilyen pályára tévedek. Szerintem mindent, amit itt, még ha csak hallottuk is, és főképp, hogy tapasztaltuk is, azt szerintem mindet át tudom majd vinni. Legalábbis igyekezni fogok.